Két hete még ilyen sárga színű víz fogadta a Palicsi-tó partjára érkezőket. Tulajdonképpen az algaállomány változott meg, a víznek az állaga változott meg, pH értékjavulás következett be, és ez a változásnak egy ilyen fázisa volt ez tulajdonképpen. A víz színe visszanyerte természetes zöld színét. A legfrissebb mérések alapján a tó foszfor tartalma is csökkent. A kevesebb foszfor mennyiség miatt kevesebb alga képződik, és a tó vize is tisztulhat. Ilyen zöld a Palicsi-tó természetes színe. Jelenleg körülbelül 30-40 cm-ig átlátható. Ha sikerülne ezt az állapotot fenntartani, nyáron akár még fürödhetnénk is a tó vizében. Nincs kizárva tehát, hogy Palics és környéke egyszer újra fürdőközpont legyen, de vize már nem lesz gyógyhatású. Az iszap, mint iszap magában nem gyógyhatású, hanem tartalmazza azokat a kedvező sóösszetételeket, amik pozitívan hatnak az emberi szervezetre. Mivel most az iszap réteg a múltnak a hozadéka, tulajdonképpen még amikor a gyáripar volt, akkor kerültek bele ezek az anyagok, ez az iszap réteg biztos, hogy nem gyógyhatás. A szakember azt is elmondta, hogy újra nem kerülhet sor a tó lecsapolására. A szakértők megpróbálják fenntartani a jelenlegi egyensúlyt, és élvezhetőbbé tenni a környezetet a Palicsra látogatók számára.